A január 1-i újévi kocintások és fogadalmak közepette talán kevesen gondolták, hogy az év egyik legkacifántosabb ügye és az év mizériája egy ferencvárosi padhoz fog kötődni. Pedig ez történt. A magyar közélet, mintha a nyári kánikulában hőgutát kapott volna, valósággal lázban égett egy 9. kerületi üllőalkalmatosság sorsa kapcsán. Július végén a ferencvárosi önkormányzat először a padot a Pride hónap jegyében szivárvány színűre festette, hogy aztán az néhány napon belül legyen zöld-fehér, újra szivárvány színű, újra zöld-fehér, nemzeti színű, fóliázott, újra szivárvány színű, végül pedig piros-fekete kockás, hogy aztán legvégül egy múzeumban végezze a magyar közélet megosztottságának szomorú és egyszerre kissé megmosolyogtató korrajzaként.